Rab Gábor vagyok, profi barkács nagykövet. Ismét hoztam nektek egy karácsonyi ajándékötlet videót, és ez nem lesz más most, mint egy örök naptár. Gyorsan felvázoltam ide arra a fára, hogy körülbelül mi az elképzelésem, remélem látszik. Aztán meglátjuk, hogy hogy sikerül kivitelezni. Még egy kicsit számolgatok, matekozok, hogy mekkora köröket kellene csinálni, aztán mutatom, hogy hogy készül. Megtörtént a köröknek a kimérése. Ha ilyet csináltok, mindig úgy kéne kezdjétek el a morást, mindig a legkülső körrel. Lemarjuk, akkor leesik ez a külső anyagrész. Tehát ha beljebb húzzuk a marót a következő jelöléshez, megint csinálunk egy kört, azzal már meg lesz az első karikánk, amiben az fog menni, hogy hanyadika van. Utána beljebb húzzuk megint egy méretet, azzal meg fogjuk kapni a középső kört, abban mennek a hónapok, és utána a legbelső kör, az pedig a napokat fogja jelölni. Tehát egy a lényeg, kintről indulva, és akkor mutatom, hogy hogy csinálom. Elkészültek a karikák, itt van mind a három. Következő lépés az pedig az, hogy az előlapot megcsináljuk hozzá. Ezt ebből a császárfából fogom kivágni méghozzá úgy, hogy egy A4-es lapot félbehajtottam, arra rárajzoltam a mintát, utána így széthajtva, így biztos, hogy teljesen szimmetrikus lesz az előlapunk. Úgyhogy ezt felrajzolom erre is, meg egy réteget lemezre is, ami a hátulja lesz majd, és akkor ezt kivágom. We'll be right back.
miután végeztem a előlappal és a hátlappal, felrajzoltam ide, hogy hogy fognak benne futni ezek a körök. Most ezeket meg kell, hogy vezesse valami, arra gondoltam, hogy kipróbálom, hogy egy 12-es idegen csapot befúrok, és meglátjuk, hogy az elége, hogy hogy megvezesse. Most nézzük, hogy működik-e az elképzelés. Úgy látszik, hogy az a probléma, hogy annyira kevés helyet hagytam itt a karikák között, hogy nagyon nem tudok mit betenni. Vagy még esetleg megpróbálhatok egy kisebb tiplit. Mert igazából ez így annyira szoros, hogy nem nagyon tud mozogni. Meg talán egy kevés is középre. Én úgy veszem észre. Hát legalább három helyen kellene megvezetni. Hát lehet, hogy ebből új karikagyártás lesz, vagy még megpróbálok kitalálni valami mást, megoldást rá.